néhány nap itt a Duna Arénában, és most úsztuk le Veronnal a technikai duó döntőjét, és nagyon elégedettek vagyunk a teljesítményünkkel és a pontszámmal is, úgyhogy nagyon boldogak vagyunk. És ha kíváncsiak vagytok, hogyan készültünk fel erre a versenyre, tartsatok velünk a múltba! A felkészülésük, hogy 2 órával a versenyszám előtt ide jönnek, bemennek az öltözőbe, átöltöznek, és előkészítik a hajukat, ekkor még nem zselatinoznak. Ezek után átjönnek ebbe a medencébe, ahol most éppen vagyunk, és kopogásra átjárják a kürt, ekkor még ilyen utolsó simításokat végez az edzőjük, innen mennek majd át a nagy medencébe, a túloldalra, ahol is majd zenés melegítés vár rájuk, ilyenkor minden csapat a rajtista sorrendjében kap körülbelül 2 percet, ami alatt elindul a zenéje. Utána pedig megtörténik a zselatin felkenése, illetve a sminkelés, átveszik a csillogó kőruhájukat, és onnantól kezdve már csak várják a versenyt. Étkezési zselatin kerül fel a lányok hajára, és éppen a Zsuzsi tűzi fel a Janka hajára a fejdíszt. Hullámcsatokkal próbálja odaerősíteni, hogy ne essen le a vízben. Azért használunk étkezési zselatint, mert ez a hideg vízben nem oldódik. Tehát, hogyha a lányok felkenik, az megköt a fejükön, és aztán utána a medencében ugyanúgy végig tökéletesen marad a hajukon a konyt. A fejdísz és a konydísz azért kerül fel, mert az összhangban van a fürdőruhájukkal, és ez egy ugyanolyan szépé teszi a lányok arcát, illetve a haját. Smink felkerült a lányokra, a rúzs, ezek az utolsó simítások, úgyhogy most már lassan mennek majd hátra a last corumba, és aztán kezdődik a verseny. A zenét általában az edző választja ki, nyilván a lányoknak is van beleszólása, hogy mit szeretnének, mennyire érzik magukének a zenét, ez főleg a szóló versenyszámoknál fontos, ugye, hogy mennyire tud az illető azonosulni a zenével. Két darab versenyző ugrik majd medencében a magyar lányok közül, illetve 2 darab edzőnk van, az egyik Natalia Tereszová, ő a szövetségi kapitányunk, aki Oroszországból érkezett hozzánk, egy komoly orosz szakember, illetve Árkovics Petra, aki az ő munkáját segíti és a saját szakmai tudásával járul hozzá a tökéletes kürökhöz. Még nem vagyunk a top 12-ben, de az elmúlt években, amióta Natalia, illetve a szövetség ennyire elkezdte ezt az egész dolgot egy magasabb szintre emelni, azóta egyre jobban jövünk fel, és reméljük, hogy a továbbiakban is a fejlődés folytatódni fog.